Ennyire egyszerű, akár a levelek, ők nem szentek és nem is szemetek. Leugolott levelek a törzs körül, apró harmad sem száraz ágon ül. A várakozásaim nagyok. Örültem volna neki, hogyha legalább egy vagy két próbával több van, mint amelyet végül hát sikerült összehozni, azt az egyetlen egyet, hogy át tudjuk nézni a Fanka és Kova számokat, de jó, hát szeretjük a mélyvizet, így fogjuk megcsinálni, egyébként is lesz alkalmunk bőven, hogy megszokjuk a számokat, hiszen februártól Csőstől megyünk, és rengeteg közös buliban fogjuk majd felváltva egyébként eljátszani azt a 19 számot, ugye mert egyszerre lehetetlen belesűríteni ennyi számon, de majd szépen váltogatjuk a számokat, és az egész ország területén bemutatjuk az Expedíció című albumot. Sugárzom az adást, a kérdés, hogy veszed-e? Oda benn egy lángul, azt lelassan ez a legtöbb mi adható ide kint. A világhoz fagyott jég csap testünk mi közben. Az Expedíció, ez egy szép ősi magyar szó. De ettől függetlenül szerintem hülyen szimbolizálja azt, amiről szó van, mert igen, hogyha attól függetlenül, hogy nem nagyon szeretnék nagy szavakat használni, de itt nyilván nem pusztán a zenéről van szó, hanem egy, mondjuk úgy, hogy egy értékrendnek, vagy inkább egy értékítéletnek a közvetítéséről, és hát ezt nyilván széles körbe hinteni ezeket a fajta magokat, na még jó, hogy nem használok nagy szavakat, de ez erről szól ez az Expedíció. Törékeny szív, borból lett különös szerkezet, lények partján a hajunk megérkezett, zászló kibont és a rakomány hír az, hogy az ember. Amit az ember jelenlegi helyzetében, én legalábbis magamból indulok ki, a jelenlegi helyzetében az ember élet legfontosabb feladatának, küldetésének, mondjuk így, ezek is már megint nagy szavak, pedig nem olyan nagy dolog ez, ahogyan... De jó használod őket. Kicsi leszek mellettük, olyan nagyok ezek a szavak. A másokra haragszol, amiért neked fáj, magadnak hazudtál, amikor hazudtál. Jöjjön, aminek jönnie kell, magában olvan a lavina a szívében. Én azt gondolom, hogy nem szorul annyira magyarázatra egyébként ez az album, mert minden olyan szépen bele van fogalmazva abba a 19 számba. Én azért is élveztem ezt a munkát, ráadásul ilyen egyszerűen, ilyen könnyedén jött, és lehet, hogy talán én egy kicsit több nagy szót, nagy szavakkal élek a refrénekben, de a Ferinek pedig az egyszerűen, közértetően, hétköznapian megfogalmazott, célirányos mondani való, az mindent elmond. Én most azon kívül itt próbálhatnám ezt magyarázni. Igen, amit a legfontosabbnak tartok az életben, az mind benne van ebben az albumban. Hát még anyukád is azt mondta, nem? Hát anyukám szegény el is sírta magát, amikor végighallgatta, úgyhogy... De minden egyes percben, mikor elalszik a tüzet, és a valóságba kifázó, nekem hiányzó. Mit játszó mesék, a melóst vagy főnök, a személyiséged, a szívedbe költözött. Én legalábbis éppen ezért élveztem, még senkivel nem dolgoztam, én konkrétan mondhatom így együtt, hogy mit tudom, hogy jön egy refrén, hogy csináljunk egy számot, eleve abból indultunk ki, hogy csináljunk egy számot. És akkor mit tudom, elkészült két-három alap, na de hát annál mindegyiknél azt érezte, hogy azt a kutyafáját én sem tudtam volna jobban kibontani, tehát hogy tényleg hozzá, olyan mértékben tesz hozzá, amit én elkészítem, remélem, hogy fordítva is így van ez a dolog, ami azt mondtam, hogy basszus kulcs, hát én meghallgatnék egy egész lemezt így egyébként. Nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel. Én most kicsit hogy Bodzás Megyes Fröccs akció van, és közben meg vezettek, úgyhogy lehet, hogy ezt a jogsit nem is érte meg annyira megszerezni. De... Vagy az a viccnek. Hogy a viccet még folytassam egy kicsit, hogy tényleg, tehát a fizikai síkon is összepasszolunk, mert ami rajtam felesleg van, az a Kovára pont hiányzik igazából. De hogy hiányzik? De... Az a te felesleged, az a te számolsz ellen. Jó, van, csak vicceltem. Én is. Távol van a parcine zöld, hullámok a palánkot verdesik, oly közel mégis távol a föld, és egyre gyengül ki a világban bízik. Az, amikor az ember csinál egy dalt, és utána... Te látjátok, mi történnek? Persze, itt már a pokol kérdelem. Amikor az ember csinál egy dalt, akkor lehet utána az, hogy na, beleszaladtunk még kettőbe, háromba, na de azért 21-be az azért... Nem véletlen semmiképpen. Tényleg, szóval... Mint a kés a vajba, úgyhogy ez egy nagy áldás az én életemben.
A dalok hát... azok nyilván magukért beszélnek, tehát ilyen nagy megfejtés ezzel kapcsolatban igazából nem lehet. Ilyenkor azért érdekes egy ilyen interjút elkészíteni, vagy válaszolni kérdésekre, mert pont most kezdi meg az expedíció az életét igazából, tehát ahogy a Kova mondta az előbb, hogy majd most jönnek a bulik, a fellépések, a koncertek, és hát igazából most föl is állt a szőr a karomon, ahogy így mondom, tehát hogy ott lesznek majd a tapasztalások nekünk is, meg a közönségnek is, tehát ez egy kölcsönös dolog. Bár azt gondolná az ember, hogy amikor már lemezt a kezünkbe fogjuk, akkor már mennyi mindenen túl vagyunk, de igazából nem. Tehát az a 9 hónap, ugye, ahol ugye a lemezen is elhang, az a babának ugye a kifejlődése, és most megszületett ez a... micsoda hasonlat? Figyeld ezeket a mindig hasonlatot? Mindig csinálja. Magától nem lesz semmilyen fegyver, Isten nem fél, az csak az ember. Tudom, hogy nehéz, itt nincs protekció. Én meghallgatnám az expedíciót egyébként ilyen színházi körülmények között is. Nyilván eljön majd ennek is az ideje. Vonósok a tényleg zongorával. Tehát tök jó, hogy oda van pörkölve. Rockgitárral is neki, de valahogy, mint hogyha ez az album egy kicsit inkább ilyen színház flash lenne. Nem szaladnék el emellett a történet mellett, de hát most még ma rock jön. Hogy azért jó talán, hogyha így lehet mondani, bár csak óvatosan mondom ezt, hogy ennyire szövegcentrikus, mert lehet így is, meg úgy is. Tehát, egyébként hogy én még tovább mennék. Tehát, hogy nekem így is nagyon bejön ezzel a rock and roll zúzással, meg már hallom a lelki füleimmel egy kis zongorával, vonósokkal. Tehát, hogy... Sőt, a More még ír alá cigányzenét is, hogyha nagyon akar. És egyedül a világot feled, figyeld, ahogy elrepül. De sok minden nem lehet, de van, amit jobb még a szavakba önteni. Nekem azért jó ez a 19 szám, mert mindig újat meg újat, tehát itt cserélődnek folyamatosan. Volt olyan, amik ugye korábban készült el, én olyan az a típus vagyok, aki rongyá hallgatja a számokat. De mert tényleg idegesítő volt, tehát hogy mindig hívom, ugye, és akkor van rá hogy hallgatom a lemezt. De ez egy másó 30 alkalommal, bocsánat, és ez azért idegesítő, mert azért aggódom, hogy mire oda kerülünk, hogy játsszuk, addig ott már unni fogod. De nem, ez azért jó, mert van idő, és hogyha még lenne úgy olyan nagyon változtatni való, ugye mielőtt még megjelenik az album, akkor még az ember hozhatja az igényeit, és akkor mondhatja a véleményét a változtatásra. De végtelenül egyszerű ez az egész egyébként, maga a zenei alapok, az egész 19 szám, de nincs ilyen megabonyol, igen. És többször is volt, hogy ide még berakték, oda még berakték, oda, és annyit hallgatom, azt mondtam, hogy nem kell ide belerakni semmit egyébként. És azért volt jó, hogy egyre közelebb került hozzám legalábbis ez az egész album, ahogy telt az idő. Pedig mondom, igazából két hang. Meg egy csomó duma. Hát majdnem facsipesz lett a címe a lemeznek igazából. Tehát és mégis azóta is hallgatom. Hát jó, nyilván ebben az is benne van, hogy nem csak az embernek, nem csak a saját munkája, a szövegei vannak benne, amikor így együtt dolgozom. Mindig van új és új dolog, amit újra kihallasz belőle. De azért ez ennél több. Tehát az a helyzet, hogy én nem szégyellem kimondani, engem tanít ez a lemez. Én ezt élvezem nagyon. Másokkal törődni, vagy végre magaddal, hogy tél helyett barátkozz a tavasszal. Bárhogy volt, majd lesz ezután. Ez a játék felnevel örömben, sokat a minél. Én egy kicsit a technikai oldalára világítanék rá most, hogy amikor nézegettem otthon a sávokat, hogy a Kova tényleg lejött ilyen, mint ahogy valaki elmegy mondjuk edzeni, vagy focizni egyet, vagy akármi, és akkor ilyen jelleggel néha úgy beugrott fölénekelni egy-két dalt, és tényleg ilyen pillanatok alatt így elsőre szinte jó, úgy marad, úgy jó lesz azért, és otthon, amikor kevertem, meg raktam össze az egészet, akkor így néztem, hogy te jó Isten, tényleg, hogy egy szótagot nem kell, főleg a mai világban, amikor még hangmagasságokat is tényleg azért mindenki szétcsalja, tehát aki benne van a műfajban, az tudja, hogy egy hazugság a fele, de hogy egy szótagot még nem hogy hangmagasságilag, hanem hogy tempóilag nem kellett odaraknom, tehát a lemezen mind a rappek, mind az énekek úgy vannak, ahogy, és ez azért hangsúlyozom ki, mert a mai világban ez már egy unikum, hogy ez úgy van, ahogy mi azt ott fölénekeltük. Öklöm helyett megrázom a szilvafát, hogy majd eljátszassak egy nagypapát. Ez a mi mesénk a betonból erdőbe, gyere barátom! Én azt gondolom, hogy így 41 éves fejjel nem is biztos, hogy olyan nagyon 41 nagy. 41 nem látszik mi, de... Még te vagy az mindig a nap alatt, naponta bontod magadban a falakat, vagy ami vagy inkább.
aminek mások látszanak. Nem hiszem, hogy olyan irdatlan háborúkba belekezdenék már. Hiába futottam össze egy kis taknyossal, hát majd valahogy... Aktuális a kérdésem, nagyon, mert a Hiányzó című klipnek a forgatás, ennek az elején például, hogy ütköztettük úgy a nézőpontokat, és ott a decibelben a hangerő is megemelkedett, és utána ezt másnap megbeszéltük a Kovával, hogy... Hát de az hogy, kell is. Tehát az... Igen, tehát hogy hála Istennek, teljesen egyre gondoltam. Az kell, mert az meg hülyeség lenne, hogyha valaki csak fejet hajtogatna, érted, és hát akkor... Hát igen, tehát amíg a cél érdekében történik ez a dolog, tehát amíg tisztán a produkciót szolgál, és nem személyeskedés, addig ez szükséges is igazából. Az tehát... egy megvitatás a dolgoknak, az nem vitatkozás. Tehát ilyen értelemben vitatkozás semmiképpen. Sőt, tehát azért szerencsére volt időnk kicsit beszélgetni, és nem csak a munkával foglalkozni, ugye, ilyen, mondjuk úgy az élet, a hétköznapi élet dolgairól, és azért meghallgatjuk egymást. Szerintem sok értékes dolgot adunk egymásnak egyébként hát, aki... is. Úgyhogy nem annyira azért... Nyilván mindenkinél, hát másképp nem is tudna működni, mint ahogy ezen a földön kell egy anyagi gúnya, ami hozvész. Kell egy egó is, nyilván. Tehát anélkül egyszerűen nem működhet egy darabig az út bizonyos szakaszáig. Az egó meg nyilván, hogy azért dolgozik, hogy az a lény, az egyed, az felszínen maradjon. De azért ennek rendkívül sok kategóriája van, és a miénk nem az, akik majd egymás hajának fognak esni. Ebben biztos vagyok. Hát, nekem azért az előéletemet, aki ismeri akármennyire, az tudja, hogy nekem azért volt miből meríteni. Úgyhogy emberi kapcsolatok terén szerintem a Kova fejre állhat, mire én úgy tiszta szívből összeveszek vele. Tehát 41 ért, tehát ez most teljesen lesokkolt ezzel. Tehát 41 évesen, én meg mindjárt 30 évesen azért szerintem, tehát ilyen nagy kamaszos viták biztos, hogy nem jellemzőek. Mit tesznek, elvesztek ők, de a végén majd megvesznek. Vágyol borul a tájra, a szemede az elmúlás virága, szilmód pont a szívedet nem bózza már. Én jobb szeretem azt, amit egyébként sokszor hallok a Feritől is, hogy figyelni a mostra. Nem nagyon akarok megtervezni. Vannak részei, amit meg kell tervezni. Az egyszerű dolog viszonylagosan, ráadásul van is hozzá segítségünk ezer, de ezen kívül én jobb szeretnék a mostban élni, ameddig csak lehet, ameddig képes vagyok rá koncentráltan ott maradni és csinálni. Turkálunk a szívekben, tanultok tőlünk, mi tanulunk tőletek, ma jövünk, minden majd holnap ti jöjjön. Teresd a választ, hogy mit miért, magadnál több van mindenkiért, valahol valami átszakad. Szerintem az elme olyan, mint a... Hogy is mondjam, úgy hat rá, mint egy kis papírhajóra a szél, hogy ahonnan fúj, úgy csapódik. Egy nagy aprócska kis belátás kell szerintem az egész élethez, hogy nyavajoghatnék, de azzal nem fognak megváltozni a dolgok. De ez tényleg egy olyan kőkemény tétel, hogy onnantól kezdve egyszerűen irányítható. Az én tapasztalataim szerint az elme. Tehát a legnagyobb pokolban is lehet energikusan előrefele tekinteni, ne nyavajogni, egyszerűen nincs értelme. Teljesen. Hát amikor én kiállok a színpadra, akkor rajtam mindent látni, hogy ott helyben mi a helyzet. Tehát én nem a puttonyomat hozom magammal otthonról vagy bárhonnan, és akkor ami megtermett energia, azt én akkor mannaként a közönség közé hintem, hanem az egy annyira valós időben kölcsönös dolog, tehát hogyha ott abban a teremben, abban a koncertteremben vagy fesztiválon én most azt érzem, hogy én csak indukálom maximum azt az energiát, ami amúgy is már ott van. Tehát a sok emberből egy ilyen kis prizmán keresztül így átjön rajtam, tehát először én fogadom be, jön rajtam, és utána permetezem vissza. Remélem, hogy ez elég egyszerűen megfogalmaztam, de én rajtam biztos, hogy az, amikor azt látja az ember a színpadon, hogy na, ennek az embernek az energiáját, igen, ezt elfogadnám, én azt ott abba a pillanatban szereztem, hogy úgy mondjam, mint bárki más, aki ott abba a pillanatban ott van. Azt nem valahonnan másonnan hoztam. Olyan szerepet jár, amit majd tőlem vár. Minden cél hamis, átvertek téged, hiszen az élet célja maga az élet. Egyszerű szabályok, az ember bonyolít, nem csoda, ha...